Hát csak egy pálya maradt hátra, itt van az űrhajója annak személynek, aki é ez a pálya, az Oxide Station következik. Már csak ennyi maradt itt ezen a területen, a relikvia és a CTR token, úgyhogy vágjunk is bele. Csak előtte még azért jöjjünk azzal a karakterrel, aki é ez a pálya. Így állította be véletlenszerűen nekünk a játék, és akkor Nitrous Oxide-ot hívjuk még ide, aztán menjünk is. CTR kihívás. Az R betű már ott fény lett, gondolom, hogy nagy ugratóknál lesznek még így szépségek. Oké, na de ez nem lesz gond Oxide-nak, gondolom én. Hát emlékszem, az eredeti PlayStation 1-es verzióban nem lehetett Oxide-dal menni, viszont azért csak sikerült valahogy ilyen kóddal csak fel lehetett oldani trükközéssel, és arról készítettem is egy videót, az elég jól sikerült szerintem. A feloldható karakterekről is beszéltem, nem csak Oxide-ról. De Oxide-ot nem volt egyszerű elérni, viszont a C betű már itt van, és Nitrous Oxide is, vagyunk ott hátul, ott nem láttam. Szóval itt már Nitrous Oxide-ot is el lehet érni, de még hány karakter, fú, itt annyian vannak, hogy nem tudjuk hova tennie őket. Figyeljünk, akkor lehet ennél az ugratónál, itt lenne még egybe. Én itt nem láttam. Ja tényleg, hogy adta meg a T betűt, ha nem is lát? Az R betű is megvan. Mi újság van itt? Csak megyek, a szépen ugrok, és megadja a betűket. Jó, én meg elfogadom akkor, köszönöm. Megvan már a 10 humpa is, azzal gyorsabb egy kicsit a kocsi. A kicsi kocsi. És akkor még két kör. Innen már nem lesz nehéz, úgy látom, hogy nem nagyon tudnak utána jönni ilyen gyorsan. Nem mint a nagyon gyorsan mennék, de azért na, elő vagyok. Utolsó körbe kezdtünk bele, és akkor így kész is vagyunk. Jó van. Megvan egy trófő, a Token Collector. Hát ez volt az utolsó CTR token, amit össze kellett gyűjteni. Oxide-dál már voltam, úgy emlékszem, de lehet rosszul emlékszem, mit toportékol, mi van ezzel? Ez aztán a győzelmi toportékolás, megdühöngye is. Új skin, Aviator Crash. Ez a repülő skin Crashnek. Na jöjjünk vissza a relikviáért. 49 doboz, és a Zafirért pedig 3.22 az idő. Vágjunk bele, aztán lássuk, mit tudunk itt tenni. Itt már egyből kettőt felszedhetek, aztán jön ez. Majd a belső ívben maradtak még dobozok. Aztán lássuk, itt egy jó darabig nincsen doboz. Itt van egy, aztán itt három. Oké, itt össze-vissza dobozok, de hát itt amúgy csak lassan tudok menni én legalábbis. Oké, átugrásnál rá lehet menni a boostra, és egymás után. Itt egy nagy ugrás három dobozhoz, megint egy ugrás, megint három doboz. Arra figyelni kell, hogy úgy landoljak mindig. Itt az ugratásnál valahol van itt. Nem, ott nincsen az ugratás, vagy csak a landolás után még jóval. Kicsivel később, bal szélen egyből három doboz, aztán még a végére itt így, még néhány kanyar lesz, néhány dobozzal, és akkor ez ennyi volt. Itt van a pálya eleje. Na jó, most már csak arra kell emlékezni, hogy hol hagytam el a dobozokat, melyik oldalt, hogy kell landolni és ugratni, aztán jók vagyunk. Először mostanában mindig úgy megszerzem a Zafir relikviát, és utána akkor tudom, hogy mennyi idő alatt kell teljesíteni az aranyér, és akkor megyek úgy érte. Érkezem balszélre, úgy emlékszem, aha, ott volt, itt megint balszél, és itt meg nem, itt meg közé. Ez a baj, ezért szeretek másodjára menni, mert akkor nagyjából már tudom, hogy merre vannak a dobozok, és kialakítom így fejbe, hogy nagyon most ezen az oldalt megyek, most azon, akkor mindig tudom, hogy hol, ha menjek. Jó, második kör, és már csak 9 darab doboz maradt. Jó van, úgy tűnik egyébként, hogy az még meg lehet. Úgy emlékszem, hogy nem hagytam el dobozokat. Ahol kell, azt én újra fel tudom venni, hogyha jól célzom be magamat. Ahol te elmaradt, ott sajnos elmaradt. Nem volt szándékos, csak az ugratásom miatt. Nem volt elég ügyes az ugratásom. Nem baj, hát attól még meg lehet. Hú, na ezen még nagyon sokat kell dolgozni. 3-16. Azért nem sokkal győztem le az a pircse. Fú, itt aztán kell lesz még gyakorolni. Feloldottunk egy matricát, Tower, még egy matrica, Gargoyle, még egy matrica, Crown, és ennyi. Gondolom ez a 16 relikvia miatt, de hát ez még nem aranyszínű. Úgyhogy megyünk, és megszerezzük azt. 3 perc az idő az aranyra. Hát az úgy oké, és na mindjárt meglátjuk. Szóval nagyjából tudom, hol lehet nyugodtan turbózgatni. Egyébként úgy szoktam megjegyezni, hogy mondjuk az első körben mindig a három közül a baloldali töröm össze, második körbe a középsőt, nagyjából így próbálom, de hát azért néha besikerül, hogy az első körbe a középsőt érem el, szóval ez nem mindig van úgy, hogy sikerül, de azért törekszek rá, hogy jó legyen. Még 8 doboz maradt hátra, de már nincs elég idő. Meg ott pont ott hagytam mellette már, pedig nem volt sok kanyar hátra, 2.30-nál tartok, de nincs túl sok láda, ami még maradt, hogy összetörjem doboz. Az a baj, ott hagytam egyet, szerintem ott hagytam, 2.52, és megint itt vagyok a végén. 2,
59-nél megállítom, és itt a cél... Hogy az utolsó dobozt összetöröm? Húúúú! Mi hiányzott? Nem baj, legalább már tudom, hogy ez menni fog. Az összes dobozt össze kell törnöm. Itt ezt a jobb oldalit szoktam kihagyni, de most megvan első körben, jó? Itt ezt a jobb oldalit... Azt kihagyom! Hát akkor újra. Úgy tűnik itt a jobb oldali része van nekem gondom. Úgyhogy azt teszem prioritásnak első körbe. Mindig a jobb oldal. Jó, elvileg jó, és meg lesz az összes doboz. Már csak 4 doboz kell. 240-nél tartok. Még egy doboz. Itt van az az egy doboz, ez 2 másodpercre leállítja. És így még, így is meg lesz 3 perc alatt. Még így is meg volt éppen 3 perc alatt. De amúgy is még levon 10 másodpercet, szóval ja. Azért érdekes, hogy ügyesebb lettem valamennyivel. Hú, na de a lényeg, hogy akkor sikerült ez is. Habár nem ez volt az utolsó relikvia, mert vannak még pályák relikviával itt az Adventure Mode-ban, illetve még további feloldani valók, a drágakövek, Oxide Boss harc is ott van még, úgyhogy találkozunk legközelebb.